kedvezőtlen időjárás, a szárazság és a hőség próbára teszi a növényeket és a termelőket egyaránt. Ilyenkor többet kell öntözni, a legtöbb figyelmet az uborka gondozására kell fordítani. Megkönnyítik az iskolakezdést, előbb kifizetik a családtámogatási ellátásokat, még augusztusban utalják a szeptemberi családi pótlékot. Korszerűsítik a szemétszállítást, 22 ezer darab 240 literes hulladékgyűjtőt, valamint 2000 darab házi komposztálót osztanak ki a lakosok között Nyíregyházán. Az idei nyár időjárása, a szokásosnál nagyobb szárazság és hőség próbára teszi a növényeket és a termelőket egyaránt. A Kölcsei Televízió iradóját látják. Köszöntöm Önöket! Ilyenkor többet kell öntözni, a legtöbb figyelmet az uborka gondozására kell fordítani, de a paradicsomra és a kukoricára is károsan hat a hosszantartó forróság. A tartósan száraz, meleg időben nagyobb hangsúlyt kell fektetni a növények öntözésére, elsősorban az uborka locsolására kell ilyenkor kiemelt figyelmet fordítani. Fizikai, illetve élettani hatása van. Fizikai az, hogy a túlságosan meleg, tehát 35 foknál meleg időjárásnál a növény a pároktatáson kívül a túlélésért küzd, nem csak az életfunkcióinak megfelelő vizet próbálja felvenni, hanem a stresszt elhárítás véget is. Ezt úgy küszöböl ki, hogy vagy megereszkedik a lombja, ha nem tud annyit pároktatni, illetve termési elrugás. A párás időben a kártevők közül az uborka atka nagy tömegű felszaporodásával is kell számolni. Uborka nagyon komoly kártevője száraz meleg időszakokban, a takácsatka. Az atkát az ihelyek is takácsatkának, ugyanis amikor már a kártétel jelentős az uborkán, finom pókszerű képződmények jelennek meg az uborkán. Maga atka annyira pici, apró, hogy csak nagyítóval lehet látni, viszont tömegesen szaporodik a levél fonálkán. Szivogatásuk hatására a levél először károsodik, majd teljesen elpusztul, illetve tömeges rajzásnál pedig maga a főszár is ugyanígy fog kinézni, és egy olyan 7-10 nap alatt az egész állomány képes tönkretenni. Az uborkán okozott károkon túl a nagy hőség a paradicsom ültetvényekre is veszélyes, úgynevezett napfoltok jelenhetnek meg a növényen. Ettől még fogyasztásra alkalmas marad, inkább esztétikai problémát okoz, ez ellen hálóval védekezhetnek a termelők. A paradicsom az a fajta növény, ami a nagy száraz meleg legfeljebb csak egy kis termés elrugása válaszol. Szerencsére a kórokozók, főleg fajtat függvényel is, nem okoznak akkora kárt. Természetesen a vízpótló öntözés mellett a kondicionáló öntözését is előtérbe kell helyezni, ugyanis akkor a későbbi virágok meg tudnak termékenyülni, hogyha párás a levegő. A hetekig tartó vízhiány az átlagnál szárazabb, szabolcsi földbe ültetett kukoricának sem kedvező, de a növény nem tudja felvenni a talajból a vizet, így a csőképzés is minimális lesz. A nyári csapadék szegény időszakok során óhatatlanul megemelkedik a szabad területi tüzek száma. Csak júliusban országszerte 1360, ezen belül Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 108 szabadtéri tűz keletkezett. A száraz és rendkívül meleg idő miatt továbbra is országos tűzgyújtási tilalom van érvényben. A hírekben napi rendszerességgel megjelenő szabadtéri tüzek különösen érzékenyen érintik a mezőgazdaságot, ezen belül is a betakarítási, aratási munkákat, amikor is a terménnyel könnyen éghető, száraz állapotában dolgoznak nagy teljesítményű erőgépekkel. A gépekből kicsapódó szikra, a belső égésű motorok külső felületének magas hőmérséklete, illetve az egyes gépelemek súrlódásából származó hő mind-mind gyújtó forrás. Az ebből fakadó veszéllyel számolni kell a mezőgazdasági munkálatok során. Előbb kifizetik a családtámogatási ellátásokat, még augusztusban utalják a szeptemberi családi pótlékot. A gyest és a gyermeknevelési támogatást is augusztus végén megkapják a családok, ezt a család és ifjúságügyért felelős államtitkár Novák Katalin jelentette be. Ezzel is az iskolakezdést szeretnék megkönnyíteni.
Több tízezer forint terhet jelent a szeptemberi tanévkezdés a családoknak. A kiadások mértéke függ attól, hány gyerek tanul, milyen iskolába járnak és milyen támogatásokban részesülhet a család. Megkönnyíti a tanévkezdést az államtitkár bejelentése, mert augusztusban így kétszer fizetik ki a családoknak járó támogatásokat. Mint arról híradónkban is szóltunk, többféle iskolakezdési támogatás is segíti a családokat idén. Ingyen kapják a tankönyvet az alsó tagozatos diákok között az első, második, harmadik osztályosok. A felsőbb évfolyamokon 10-12 ezer forintba kerülnek a tankönyvek. A nagycsaládosok gyermekei és az alsósok ingyen étkezhetnek a közoktatásban. Jelenleg a bölcsödések és az óvodások 27%-a térítésmentesen, 16%-a pedig féláron étkezhet. Szeptember 1-től azonban már 90%-uknak lesz ingyenes az étkezés. A helyi önkormányzatok változó mértékben, de szintén támogatják a szülőket, a tansegélyeket a helyi szociális támogatási rendszerükben kialakított rendeletek szerint nyújtják. Emellett a munkaadóktól is igényelhető iskolakezdési utalvány, amelynek mértéke akár 30.450 forint is lehet, és mindkét szülő kérheti a foglalkoztatótól. Egy 1,2 milliárd forintos beruházásnak köszönhetően korszerűsítik Nyíregyháza szemétszállítását. A projekt keretében 22 ezer darab 240 literes hulladékgyűjtőt, valamint 2000 darab házi komposztálót osztanak ki a lakosok között. A vegyes hulladékgyűjtőket június végétől folyamatosan csippekkel látják el, azért, hogy átláthatóbb legyen, mennyi hulladék keletkezik egy-egy háztartásban. Az új rendszer üzemeltetéséhez szükségessé vált új járművek és gépek beszerzése is. Ezen túl 10 darab tömörítős kukásautó, új konténerszállítók, fűkasza, homlokrakodó és villástargonca segíti majd a hulladékgyűjtést. A lakosságnak szánt gyűjtőedények egy részét a mai nappal kezdték kiosztani. A lakosság részére kiosztásra fog kerülni 22 ezer darab szelektív hulladékgyűjtő edény, ami tulajdonképpen az eddig működő házhoz menő zsákos hulladékgyűjtést fogja kiváltani a családi házas övezetekben. Ezen kívül 2000 darab házi komposztáló edény kerül majd kiosztásra, azokban a peremkerületi városrészekben, ahol még végezhető a kiskerti gazdálkodás, úgyhogy konyhakertek vannak, és az ebben a komposztálóban termelhető talajjavítóanyag az helyben felhasználható. A lakossághoz igazodva a délutáni órákban és hétvégén szállítják majd házhoz az új, időtálló és nagy űrtartalmú hulladékgyűjtő edényeket. A beruházás célja a kommunális hulladékmennyiség, valamint a közszolgáltatási díj csökkentése, de a szolgáltatás átláthatóságával a járatok száma is mérséklődik. Lecsökkenhet a talajterhelés, lecsökkenhet az utak terhelése, a károsanyag kibocsátása a járatok során. Azon kívül jelen pillanatban a városban 80-85%-os a csippek felszerelése a kommunális hulladékgyűjtő edényekre, valamint a 12 darab használt autóra felszerelése kerültek az érzékelő berendezések. Szakemberek szerint az új rendszer környezetvédelmi szempontból sem elhanyagolható. Nyíregyházán már a 90-es évektől van szelektív hulladékgyűjtés. Utcát neveznek el Tiszavasváriban Szögi Lajosról, aki 2006-ban tragikus körülmények között vesztette életét Olaszliszkán. Erről a képviselőtestület döntött, az utcanév tábla még most készül. Az önkormányzat kezdeményezésére a korábbi Zalka Máté utca viseli a jövőben az egykori pedagógus nevét. Az önkormányzati törvény szerint az önkényuralmi rendszerhez kapcsolódó közterület elnevezéseket meg kell változtatni. Tiszavasváriban 17 utcanév cseréjéről döntött a képviselőtestület, ami több mint 1000 lakost érint. Eltűnik többek között a Vörös Hadsereg, a Felszabadulás mellett a Zalka Máté utca. Utóbbit Szögi Lajosról, a tragikus körülmények közt elhunyt tanárról nevezik el. A tanár urat szinte mindenki egy emberként ismerte itt Tiszavasváriban. Nem csak egy kiváló oktató volt, egy kiváló pedagógus volt, hanem a környezetvédelem, a természetvédelem területén is olyan maradandót alkotott. A Bölcsbaglyok Egyesületnek a egyik oszlopos tagja volt, szinte nem volt olyan gyermek, aki nem az ő kezei által ismerte volna meg a Tiszavasvárinak, sőt, hát illetve azt mondom, hogy a Magyarországon élő madárvilágnak szinte minden egyes tagját. Mellette pedig példamutató családapa volt, jó vezető volt, és én azt gondolom, hogy ha az a
fajta tragédia, ami 2006-ban bekövetkezett, nem érintette volna, akkor biztos vagyok benne, hogy egy nagyon hosszú és egy nagyon szép életpálya állt volna előtte. Az utcákon még a régi névtáblák vannak, az újak most készülnek. A polgármester tájékoztatása szerint a lakosság számára ingyenesek a névváltoztatással kapcsolatos ügyintézések. Az önkormányzat levélben értesítette az érintetteket, az okmányiroda pedig előkészítette és postai úton kézbesíti a szükséges személyazonosító iratokat az átkeresztelt utcák lakosainak. Egy általunk megkérdezett lakó azt nyilatkozta, örömmel fogadja a névváltoztatást. Végül is az utcanév változással nekem semmi bajom nincs, mert egy nagyon rendes emberről kapta az utca a nevét. Nekem, meg szerintem az egész utcának csak annyi a problémánk, hogy senkit meg nem kérdeztek, hogy mit akarnak csinálni, hogy át akarják változtatni az utcanevet. A következő 2 évben a régi névtáblákat pirossal áthúzva a helyükön hagyják, amíg a lakosok meg nem szokják az újdonságot. Egyetért a Jobbik a kvesztorkárosultak kártalanításával, ám a párt szerint azt nem az adófizetők pénzéből, hanem az elszámoltatott felelősök bankszámláiról kellene kifizetni. Katona Péter nyíregyházi tájékoztatóján azt hangsúlyozta, az elmúlt 25 év legnagyobb bűncselekménye a kvesztor botrány, mivel 300 milliárd forintot csaltak ki főleg kis emberek zsebéből. Az ellenzéki politikus szerint a felelősség az elmúlt években kormányzó pártoké. Az a fajta pénzügyi szabályozás, amely mentén ezeket a szabálytalanságokat, illetve bűncselekményeket el lehetett követni, ez ugye még az MSZP kormány idejére nyúlik vissza, viszont a Fidesznek már 5 éve lett volna arra, hogy ezeket megváltoztassa. Hozzáteszem azt, hogy 2010 óta mi is több mint 20 törvényjavaslatot nyújtottunk be ezzel kapcsolatban, és hát nem meglepő módon egyébként mindet leseperték az asztalról, tehát azt gondolom, hogy ebben az ügyben a Fidesz és az MSZP egyfajta koalíciót kötött egymással. Hármas karambol történt tegnap Kálmánháza és Nyíregyháza között. A balesetet az okozta, hogy egy haszonjármű nem tartotta be a követési távolságot, és az előtte lassító autóba belerohant, ami a sor elején haladó személygépkocsinak ütközött. Személyi sérülés nem történt, azonban mindhárom járműben jelentős anyagi kár keletkezett. Ma reggel segéd motorkerékpáros elé hajtott egy figyelmetlen autós Sóstóhegy külterületén. A motorost súlyos sérülés gyanújával kórházba szállították. A rendőrség a helyszínen és idejére az érintett forgalmi sávot lezárta. Kiállítása nyílt Mard Issa iraki származású festőművésznek a Pál Gyula teremben. A tárlatról a folytatásban, előtte nézzük a híradó további témáit. A hétvégén elutazik új németországi csapatához, a harmadik ligás Weinheimhez Majoros Bence. Az eddig nyírbátori színekben versenyző asztali teniszező a pozsonyi ifjúsági Európa-bajnokságon elmaradt az általa várt eredménytől, de utolsó korosztályos versenyén a franciaországi világbajnokságon még kárpótolhatja magát a 18 esztendős pingpongozó. Nem kezdte jól a szezont a nyírbátori futballcsapat. Kovács János együttese az NB3 nyitó fordulójában hazai pályán 2-1-es vereséget szenvedett a 60-tól, majd szerdán a Magyar Kupa országos főtáblájának első fordulójában 11-es párbaj után maradt alul a megyei első osztályú Tiszakanyárral szemben. Kiállítása nyílt Mard Issa iraki származású festőművésznek a Pál Gyula teremben. A művész, aki szürrealistának vallja magát, Norvégiából költözött Nyíregyházára. Képein olyannak ábrázolja a világot, amilyennek ő látja, a nézőket a valósággal szembesíti. Mard Issa, a 49 éves iraki származású festőművész és író, a Bagdadi Képzőművészeti Akadémián, majd Olaszországban tanult. 1994-ben politikai menekültként költözött Norvégiába, ahol a Bergeni és az Oszlói Művészeti Akadémián folytatott tanulmányokat. Hosszú ideig Oszló mellett Askerban élt, ahol egy művészeti stúdiót és iskolát hozott létre, majd 2009-ben saját nevén galériát indított. A világ számos helyén állított már ki,
Budapesten korábban két alkalommal is találkozhatott műveivel a közönség. A nyíregyházi tárlatot Zánki Tóth Enikő nyitotta meg, aki elmondta, mivel Mard Issa nem csak alkotóként, hanem tanárként is ismert Norvégiában, a jövőben bizonyára a megyeszékhelyen is része lesz majd életének a tanítás. Norvégiában, Asker településen, ahol ők éltek eddig, van neki egy galériája és egy stúdiója, ahol amatőr és kevésbé amatőr festőket, festőművészeket tanít, a festészet alapjaitól kezdve a különböző technikákat, ismertetést, természetesen művészettörténeti betekintést is nyújt a hallgatóinak. Mard Issa felesége nyíregyházi születésű, a házaspár közel 10 évig élt Norvégiában, de az elmúlt évben úgy döntöttek, hogy hazaköltöznek. Az alkotó számos művészeti egyesület tagja, munkáit általában olajjal készíti, gyakran használ nagyméretű vásznat. Művészete nem csak a külső, hanem a bennünk lévő belső világot is visszatükrözi. Úgy gondolom, hogy a stílusom a modern szürrealizmus, de a képeim mögött mindig van egy történet. Nem egyszerűen csak festmények, hanem fontos a háttértörténet. A képeimmel mindig el akarok mondani valamit. A kiállítás augusztus 22-ig látogatható a Pál Gyula teremben. A hétvégén elutazik új németországi csapatához, a harmadik ligás Weinheimhez Majoros Bence. Az eddig nyírbátori színekben versenyző asztali teniszező a pozsonyi ifjúsági Európa-bajnokságon elmaradt az általa várt eredménytől, de utolsó korosztályos versenyén a franciaországi világbajnokságon még kárpótolhatja magát a 18 esztendős pingpongozó. Éremért utazott a pozsonyi ifjúsági Európa-bajnokságra Majoros Bence, akinek a kontinens torna volt az utolsó versenye nyírbátori színekben. Az előjelek biztatóak voltak, mivel a 18 éves játékos jól szerepelt az első fél év tornáin. Szlovákiában aztán minden a várakozásokkal ellentétben alakult, a fiú csapat a 14. helyen zárt, fiú párosban és egyesben pedig a 8. döntő jelentette a végállomást Bence számára. A felkészülés nagyon jó volt, meg én is nagyon sok jó eredményt vártam magamtól. Azért minden meg is tettem, de most ez nem így alakult sajnos, nem jött ki a lépés egyik versenyszámba se, mindegyik versenyszámban 8 közé kaptam ki. Nem ment rosszul a játék, de tényleg valami most így nem jött össze se, hogy... Bence a következő szezonban a német harmadik ligás Weinheim csapatát erősíti, miközben az egyik legnevesebb európai edzőközpontban, Ossenhausenben tréningezik majd. A 18. életévét a napokban betöltő fiatalembert az elmúlt héten mutatták be új csapatánál, ahol a jövő hét elején kezdődik el a felkészülés. 9-én most vasárnap megyek, aztán kint leszek szeptember közepéig. Szeptemberig edzőtábor, tehát addig edzünk nagyon sokat, kondizunk. A felkészülés lesz aztán szeptember 5-én és 6-án lesz az első meccsem az új csapattal, és majd szeptember közepén, mielőtt hazajönnék, fogunk menni a belga nőtt nemzetközire. Bence elmondása szerint az első évet az ismerkedésre szánja, szeretné minél hamarabb megszokni a körülményeket. Utolsó korosztályos versenyén, a novemberi franciaországi ifjúsági világbajnokságon a korábbi hírekkel ellentétben asztalhoz állhat az immár németországi légiós, aki a felnőttek között is szeretne olyan eredményeket elérni, hogy meghívót kapjon a válogatott keretbe. Nem kezdte jól a szezont a nyírbátori futballcsapat. Kovács János együttese az NB3 nyitó fordulójában hazai pályán 2-1-es vereséget szenvedett a 60-tól, majd szerdán a Magyar Kupa országos főtáblájának első fordulójában 11-es párbaj után maradt alul a megyei első osztályú Tiszakanyárral szemben. A bátoriak vasárnap a DVSC Deac otthonában lépnek pályára. A jó bajnoki rajt, különösen hazai pályán, minden sportágban fontos, nincs ez másként a futballban sem. Az NB3 keleti csoportjának nyitófordulójában a Nyírbátor a 60-t fogadta, és a vendégek 2-1-es győzelemmel távoztak a sportutcai pályáról. A végeredmény már az első félidőben kialakult, a 60-iak 4 perc alatt 2 gólos előnyt szereztek, Boros ugyan a szünet előtt szépített, de mivel a második játékrészben már nem esett több gól, a hazaiak pont nélkül maradtak. Megvoltak a lehetőségeink, zicser is volt, nem tudtunk vele élni, az ellenfél pedig könnyörtelenül büntetett. Összességében majdnem azt kaptam, amit vártam a csapattól, meg az ellenféltől is, csak az a kicsi plusz hiányzott, ami akár a pontszerzéshez vagy a győzelemhez szükséges. Ezt nem tudtuk most realizálni, és emiatt lett a vereség. Egy igen jó mozgékony ellenféllel találkoztunk, belehibáztunk az elején,
és ez egy kicsit görcsösítette a csapatot, ami meg is látszott az első fél időben, viszont a második fél időben már úgy ítélem meg, hogy többet birtokoltuk a labdát, több lehetőségünk is volt, hát ezzel nem tudtunk élni, és ez pontokba került. A Nyírbátor szerdán a Magyar Kupa országos főtáblájának első körében egy-egyes döntetlen után 11-es párbajban 5-4-re alul maradt a megyei első osztályú Tiszakanyár otthonában. A hétvégén is nehéz feladat vár Ambruszékra, mivel a Debrecen második csapatának vendégeként lép pályára a Bátor. Én maximálisan bízok a csapatba, hisz az elmúlt másfél hónap alatt jól dolgoztak, a felkészülési mérkőzések is bizonyították. Nem kell semmi plusz tenni, csak azt mindenkinek a tudásához mérten egy 60-70% az már azt mondom, hogy kiegyensúlyozott játéknál igen megfelelő, de ha ehhez egy pici plusz jön hozzá, akkor az már eredményessé is teszi a csapatjátékot. A második forduló párosítása a következő, 60 Jászberény, Kazincbarcika Tiszaújváros, Rákosmente Cegléd, Cigánt Somos, Reac Putnok, Újpest 2 Nyíregyháza Spartakusz, DVSC Deasz Nyírbátor és DVTK 2 Felső Tárkány. Híradónk végén nézzük a legfontosabbakat még egyszer néhány mondatban. Az idei nyár időjárása, a szokásosnál nagyobb szárazság és hőség próbára teszi a növényeket és a termelőket egyaránt. Ilyenkor többet kell öntözni, a legtöbb figyelmet az uborka gondozására kell fordítani, de a paradicsomra és a kukoricára is károsan hat a hosszantartó forróság. Előbb kifizetik a családtámogatási ellátásokat, még augusztusban utalják a szeptemberi családi pótlékot. A gyest és a gyermeknevelési támogatást is augusztus végén megkapják a családok. Ezt a család és ifjúságügyért felelős államtitkár Novák Katalin jelentette be. Ezzel is az iskolakezdést szeretnék megkönnyíteni. Egy 1,2 milliárd forintos beruházásnak köszönhetően korszerűsítik Nyíregyháza szemétszállítását. A projekt keretében 22 ezer darab 240 literes hulladékgyűjtőt, valamint 2000 darab házi komposztálót osztanak ki a lakosok között. A Kölcsei Televízió pénteki híradóját látták. Szombaton és vasárnap heti hírösszefoglalóval, a Krónikával várom majd Önöket. Friss hírekkel pedig hétfőn este jelentkezünk újra. Én munkatársaim nevében is köszönöm szépen a megtisztelő figyelmüket. Viszontlátásra! Holnap napos időre számíthatunk, folytatódik a hőség, de ismét kedvezőek lesznek a feltételek csapadék kialakulásához. Éjjel időnként megnövekszik a felhőzet, zápor, zivatar is kialakulhat, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 18 fok körül alakul. Holnap napközben időnként megnövekszik a felhőzet, de sok napsütés várható, a délkeleti szél helyenként megélénkül, zivatarok környezetében átmenetileg erős, viharos széllökések is lehetnek. Délutánra 34 fokig emelkedik a hőmérséklet, fronthatás nincsen térségünkben. A következő napokban is országszerte hőségre, több helyen forróságra számíthatunk, 35 fok feletti délutáni hőmérséklettel és sok napsütéssel. Több-kevesebb gomoly felhő ugyan lehet az égen, de hűsítő zápornak, zivatarnak néhány napon keresztül kicsi az esélye.